Nem csak a vízparti élmények csábították útra a magyarokat idén nyáron, hanem a kulturális örökségek és a természet közelsége is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a nyár első két hónapját már összesítette, eszerint júniusban és júliusban a magyarországi szálláshelyi forgalom több mint kétharmada vidékre összpontosult. Ennek 71%-a hazai, 29%-a pedig nemzetközi vendégekhez kötődött. A nyár első két hónapjában így a vidéki szálláshelyek összesen 142,8 milliárd forint árbevételt értek el, ami 12%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor. Ha Nyíregyházának a fejlődését nézzük, vagy hogyha Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlődését nézzük, akkor innovációban, mezőgazdaságban, éttermi kultúrában egy óriásit fejlődött a megye az elmúlt pár év alatt. A kollégák megpróbálnak a lokalitáshoz nyúlni, a lokális hálózatokat építeni, a rövidellátási láncokat. Ez egy olyan plusz hozzáadott értéket képvisel akár az éttermeknek a palettáján, amiért érdemes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe látogatni, és természetesen az a nagyon jó szabolcsi vendégszeretet, vagy nyírségi vendégszeretet, amely minket jellemez, ez mindentől megkülönböztet minket, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei embereket és vállalkozásokat. Ez pedig azt is eredményezte, hogy változott az adott szálláshelyen eltöltött idő. Az 1-2 vendégészakáról elmozdultunk 2-3-4 vendégészakára, és már nem kimondottan a hosszú hétvégéket keresték, ez a pénteken érkezek vasárnap haza látogatok, hanem már megérkeztek a vendégek szerda, csütörtök, péntek, szombat, illetve vasárnapi távozással használták nagyban a vendéglátóegységeket, illetve a szállodákat. Azt lehet mondani, hogy a 4 csillag és a fölött nagyon-nagyon jól működnek, a 3 csillag egy picikét stagnál, alatta pedig talán egy picike visszaesés, ami látható, de mondom, vendégszámban, vendégészakaszámban nagyon-nagyon jót hozott a megye. A kormány most támogatást is ad a további fejlesztésekhez. Mintegy 1000 vidéki kávézó és alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely pályázhat szeptember 9-től összesen közel 1 milliárd forint értékű visszanemtérítendő forrásra. Az üzletenként 1 millió forint értékű támogatást korszerű konyha technológiai és a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök vagy készletek beszerzésére, energiahatékony és gazdaságos üzemelést támogató fejlesztésekre, illetve nagyobb beruházásokhoz használhatják fel. Az október 9-ig tartó pályázat negyedik eleme a 13 milliárd forintos keretösszegű vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelése című programnak. A korábbi szakaszokban az egész évben nyitva tartó vidéki éttermek, cukrezdák, zenés-táncos szórakozóhelyek és alkalmi vendéglátó üzletek hívhattak le támogatást, a továbbiakban pedig a büfék, az italüzletek és a bárok adhatják majd be igényeiket.